Hosszú évek óta nem történt itt változás, de most eljött az idő a megújulásra, mondta Filóné Ferenc Ibolya, a Bonyhád polgármestere. A bonyhádiak közkedvelt parkja a Percerkert lassanként majd megváltozik. A gyerekek már birtokba vehették az új játszóteret, a parkban lévő könyvtár tetőszerkezete is újjáalakult, és lassacskán az utak burkolata is új borítást kap. Idén 3 szakasz fog megújulni. Itt a mellettünk látható épp készül el, és a Solymár Imre Vási könyvtárat körülövező, illetve ahol most állunk, ami a játszótérre vezet, ez a rész fog térkővel elkészülni, és bízom benne, hogy a jövőben tudjuk ezt majd folytatni, hogy egy egységes, modern és jól bejárató sétány és sétautak legyenek a parkban. A Völcségi Könyvfesztivál már a helyi érték része, éppen ezért a környezetnek is meg kell felelni ennek a rangnak, mondta Filóné Ferenc Ibolya. A beruházás pályázati forrásból tudott megvalósulni, de a kezdeményezéshez a helyi civilek is támogatást nyújtottak. A tetőszerkezet, a játékok és a sétányok felújítása 60 millió forintba kerültek, míg a parkosítás költségeihez járulnak közel 2 millióval a civilek. A tervek szerint rövidesen az őshonos fák is kis táblát kapnak, mint egy igazi arborétumban, és hamarosan egy kiadvány is megjelenik majd a Percelkertről.